Every day morning in the 8th district, in the heart of Budapest, the only unusual is the well-kept garden on this disused land. Actually, it's a community garden, one of those which were founded in the last 3 years in Hungary. But who feels duty to care for the common land? Ez egy állandó odafigyelést és felügyeletet igényel. Rendszeresen kell locsolni a növényeket. Amikor a betakarításos időszak van, akkor el kell végezni az ezzel kapcsolatos munkákat. Úgyhogy csak is annak ajánlom, aki egyrészt szereti a természetet, másrészt pedig tudja vállalni az állandó gondoskodást a kertről. Would you have thought that urban people stand in a queue for that task? Despite the fact that the founders wanted to start only one pilot project. Kezdetek óta működő kertek az a millenáris a második keretben Budán a Lecsós kert, ami idén sajnos bezár, illetve a 8. kerületben a Leonardo kert. Tavaly és idén fejeztünk be 3 iskolai, tan és közösségi kertnek a létrehoztát és fejlesztését. And the launcher of the first gardens, Monica Curtis, could continue the list until morning. So the focus now is not on the new gardens, but the separateness and the networking. Nálunk mindegyik mögött ott van, vagy egy önkormányzat, vagy egy civil szervezet, vagy egy lokálpatrióta egyesület, vagy zöld csoportosulás, de én azt gondolom, hogy a jövő az lesz, hogy majd lassan ezek kivonulnak, és valóban a környékbeli lakosok összefogásából, akár utólag egyesületi válásából lehet. Or the neighbor's land, because gardening is not just a common like, it's also shareable. And that's what István Pap does. Mi korábban közösségi kertekben voltunk benne, úgyhogy nem volt idegen a téma tőlünk, és elsősorban kertekkel akartunk mi is foglalkozni, illetve a Landshare programot találtuk meg, amit Magyarországon már egy páran megpróbáltak elkezdeni. Tehát akik adják a kertet, tulajdonosok, és akik kertészkedni szeretnének, először csak személyesen találkoznak, nem látják a területet. Tehát először szimpáti alapú kiválasztás van, és utána mutatjuk meg nekik egyáltalán azt a területet, amit csinálniuk kellene. Tényleg szoktam mondani, hogy a színházi rendezőtől a szocmunkáson át a pedagóguson és a pszichológuson keresztül a tornatanárig nagyon sokféle ember verődik, és nagyon sokféle korosztály verődik egy közösségbe, egy közös célért, és ez egy nagyon finom mozgató erő vagy mozgatórugó. Actually, who is the gardener and what is the fruit? Well, that's the question for those who never tried community gardening.